Orvospince, őszi veszélye. Mit rejt össze a orvospince? Hogyan mehetünk le a pincébe, amikor a mus elkezd ugye a hordókban forni? Én most ebben a szódás szipomban, anélkül, hogy vizet tennék, víz nélkül, tehát víz nincs a szódás szipomban, csak gumicsővel ellátott. Patron teszek, a patronban ugye szén-dioxid gáz van töltve. Ezt a kísérletet egyébként felső tagozatosoknak ajánlanám, tehát 5. osztálytól felfele, inkább 6., 7., 8. osztályosok számára. Becsavarom a patront, kiszúrja ez a fejrészen található egy ilyen szórókészülék, és akkor lehet hallani, ahogy a gáz áramlik be a szifonba. És mivel víz nincs, akkor itt ez szén-dioxid gáz tartalmaz. Ha picit várunk, akkor megfigyelhetjük, száraz jég is keletkezik, ahogy itt a gőzője egy pillanat alatt kitisztul. Száraz jég, tehát megszilárdult szén-dioxid gáz. Jó, közben meggyújtom az üvegkártyában elhelyezett eltérő magasságú gyertyákat. Itt nagyon fontos a magasság szerepe is. Van egy kicsi méretű gyertya, megalul. Középen a középső méretű. Egy gyufával dolgozok, nem pocsékolunk. Tehát jég mind a három gyertyánk. És akkor most a szódás szifonból szépen lehívlak most már, a gumicső segítségével bevezetem a szén-dioxid gázt. Ez a gáz, ami nagyon alattomos tud lenni, főleg akkor, ha már megfelelő magasságot ér el. Engedem legalul a gáz, tehát ide a üvegkád aljára, és nézzük meg, mi történik az égő gyertyákkal. Engedek ki egy picit. Elaludt a legkisebb méretű gyertya, pislákol a következő. Pici-pici gázt engedtem még hozzá, persze felülről, érdekes módon, ugye felül nyitott, nem olyan, mint a borospince, az üvegkád felső részén levegőbe érintkezik a gyertya, az égő gyertya. Közben a gáz, mivel ez egy nehéz, nagyobb sűrűségű a levegőtől, alul felfelé tölti meg a teret. Még ott kap levegőt, pislákol, de vissza-vissza nyúlad a legmagasabb gyertya. Hát az égés feltételéhez szükséges levegőt a felső réteg biztosítja. De ahogy folyamatosan emelkedik és jön fölfele a szén-dioxid gáz, kiszorítja a levegőt, a tiszta levegőt, oxigéndús levegőt, és az égés feltételei megszűnik. Tehát a borospincében a must forrása, a alkohollá, borrá való forrása, alkoholzsemmegyés, ugye átalakulása során mindig keletkezik szén-dioxid gáz. Musgáznak is nevezzük. És a musgáz, mivel mutatható ki, meg kimutatható gáz, szokták mondani a gyerekek gyertyával. Nem elég a gyertya, a jelzés kell hozzá, égő gyertyával. És a gyertya alszik, orrmagasságban, vagy mellmagasságban már nem megyünk be a pincébe, ott maradunk. Négy lábú állatot főleg nem viszünk be, mert a négy lábú kistestű állat, a kedvenc kutyánk, macskánk, cicánk ott marad kinyúlva, hiszen nincs meg az égéshez, a lassú égéshez, a légzéshez szükséges oxigéngáz, mert már a szén-dioxidgáz kiszorította. Tehát a levegőt szépen szorítja kifelé, felfelé haladva. Alulról felfelé tölti meg a teret. Tehát ilyen különleges sajátsága van. A felsősök, a nyolcadikosok, hetedikesek, akik már kémiát tanulnak, tudják, hogy a szén-dioxid gáz moláris tömege révén nehezebb, 44-es moláris tömegű a levegő, 29, tehát nehezebb gáz, mint a levegő. Éppen ezért alulról fölfele töltöm a teret. És kiszorítva a levegőt, válik veszélyessé.
Nem szabad összekeverni a szénmonoxid gázzal, nagyon gyakran összekeverjük. A szénmonoxid gáz a levegővel azonos monális tömegű, és egyből hormagasságban kering, és rendkívül atomos, hullanásos halált okozó gáz. Nagyon kicsi mértékben, mennyiségben is.